a Bartina Néptánc Együttes gyermekfarsangjára látogattunk el, amelyet itt a Babits Mihály Művelődési Ház márvány termében tartottak meg. A jó hangulatról mi is megbizonyosodhattunk. A már hagyományjá vált Bartina farsang előkészületeibe is bepillanthattunk. A gyerekek már türelmetlenül várták, mikor mutathatják végre meg jelmezüket a nézőközönségnek. Minek öltöztél be? Messinák. És mi a produkció? Be kell ugrálnunk, és megnézzük a jól a csigát. Minek öltöztél be? Katica. Ki készített el a jelmezedet? Csak vettük. Mondasz verset is? Milyen produkcióval készültél? Nem, semmi. Semmit nem mondok. Mit vársz legjobban a farsangi bálon? Hát, táncon. Voltak olyan csoportvezetők, akik maguk is jelmezbe bújtak, hogy ezzel is színesítsék tanítványaik produkcióját. A csoportvezetők részéről meg kell szervezni, hogy melyik gyerek milyen produkcióban vesz részt, illetve azt, hogy azt követően milyen ruhákba fogunk fellépni, milyen jelmezekben. A Bartina Néptánc Egyesület művészeti vezetőitől is fontos információkat tudtunk meg a gyermek farsangi bállal kapcsolatban. Körülbelül 10 éve minden évben megrendezzük, ilyenkor farsang közepén, illetve már a farsang vége felé közeledve. Ez azt jelenti, hogy minden bartinás kisgyermek fölveszi a jelmezét, a legkisebbet, a legnagyobbak pedig különböző bohóságokat, olyan dolgot csinálnak, amit egyébként a mi hétköznapi életben nem. Tehát nem néptáncot mutatnak be, nem olyan énekeket, dalokat használnak, amit egyébként a közösségi életben csinálnának. Ők találják ki, nagyon sok szülőpedagógus segít neki, de nem mi. Tehát nem a bartinás pedagógusok. Ez egy ilyen önálló tevékenység. És nagy örömmel mutatják be egymásnak és a szüleiknek. A farsangi bára rengeteg szülő és hozzátartozó volt kíváncsi. Míg a gyerekek készülöttek a bemutatóra, a nézők sem unatkozhattak, hiszen 5 órától a csurgózenekar szórakoztatta őket. A farsangi szezonhoz méltóan berendezett, finomságokkal teli márványteremben várta a közönség a farsangi felvonulókat. A 8 órakor kezdődő jelmezes bemutatót a legkisebbek kezdték, mindenki egyéni jelmezt mutatott be. Mutasd meg anyulat, ez az vedd elő a nyilvesztődet, ez az ő jegyet, ne sajnáld, ez az nagyon jó, na alakul. Jól van, ügyes volt, egy nagy tapsot ennek a serbúdi embernek. Voltak, akik csoportban több hetes gyakorlással táncos produkciót adtak elő. A Kerekerdő lakói is ellátogattak a farsangi kavalkádra, ők az állatok királyát akarták megválasztani. A hippikre a színes parókától és hatalmas napszemüvegektől nehéz volt ráismerni. Bár nyeremények nincsenek, mégis mindenki vidáman adta elő produkcióját. A felvonulás befejeztével báli zene szórakoztatta a mulatni vágyok közönséget és a későn fekvő gyerekeket.